Egy év után San Francisco mellett találkozott egymással Joe Biden amerikai és Xi Jinping kínai elnök. A világ két vezető hatalma között több kérdés miatt feszült a viszony, ezért nagy volt a tét. A sok vitás kérdés miatt elemzők előzetesen nem számítottak jelentős előrelépésre, így a találkozó elsődleges célja az elmúlt években megromlott kapcsolatok stabilizálása volt. Biden szerint történt is előrelépés. A következő hónapokban folytatjuk a magas szintű diplomáciai együttműködést, hogy nyitva tartsuk a kommunikációs csatornákat, többek között Szia és köztem. Megegyeztünk abban, hogy bármelyikünk bármikor hívhatja a másikat, aki ott lesz a vonal túlsó végén. A két ország közötti gazdasági kapcsolatok mellett újabb kritikus pont Tajvan ügye. Kína szerint a két ázsiai ország újraegyesítése megállíthatatlan folyamat. Hangsúlyoztam a béke és a stabilitás fontosságát a tajvani szorosban is. Egyértelmű, hogy kifogásoljuk Peking piaci gyakorlatát, ami hátrányt okoz az amerikai vállalkozásoknak és munkavállalóknak. Ezt a témát továbbra is napi renden tartjuk. A két szuperhatalom közötti nézetkülönbségek világosak. Ezzel együtt mindkét fél kritikus fontosságúnak tartja a kapcsolatok életben tartását. Ahogyan a kínai elnök fogalmazott, a Föld elég nagy ahhoz, hogy mindkét ország sikeres legyen rajta.